Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az LHF. Ebben a videóban pedig bemutatom, hogy mik is azok a party játékok a Call of Duty Black Ops 2 multiplayer-ében. A party játékok négy fajta játékmódot akarnak, amik véletlenszerűen következnek, ezekben legfeljebb 8-an vehetnek részt, és mindenki mindenki ellen verseny. Nézzük, mik is a szabályok ebben a négy játékban. One in the chamber, azaz egy a szobában. Ez elég gyenge fordítás. A helyzet az, hogy van három életed, és egy pisztolyod egy golyóval, és ha lelősz valakit, vagy leszúrsz, akkor kapsz még egy golyót. Tehát csak egy lövésed van, és ha az mellé megy, akkor lövésed sincs. Tehát ha mellé lősz, akkor a késsel kell lesz ügyeskedned. És addig megy a csata, amíg csak ketten maradtok, és mindannyian tudjuk, hogy két dudás nem fér meg egy csátát. Két dudás egy csádában! Vagy nem, hát 80 kezd. 8 dudás egy csádában! Na, ennél jobb magyar fordítást nem tudnék kitalálni. Nektek van ötletek? Komment! Egyébként ez a kedvencem mindkezdő. Sticks and stones, azaz botok és kövek. Van egy íjpuskád, 6 íjjal és 3 ballisztikus késed, illetve egy tomahawkod. Ebben hol van a bot, vagy a kej? Tehát ezekkel az eszközökkel kell likvidálnod az ellenfeleidet, amiért pontot kapsz. Viszont most jön a csavar. Ha a tomahawkkal találnak el, akkor azzal ellopják az összes pontodat. Szóval lehetsz te végig az első, az utolsó 5 másodpercben valami kicsit megaláznak. Szerencse is kell, hogy ez mintha a kőpapírolla! Ez már jobban hangzik, vagy... Hol van a papír? Sharpshooter. Azaz mesterlövész. Másra jól hangzik. És át is adja a játékmód lényegét félig meddig. Ugyanis itt egy percen keresztül mindenkinek ugyanaz a fegyver van a birtokában, és percenként magától úgy fegyvert kapsz a kezedbe. Ami azt jelenti, hogy mesterlövésznek kell lenned, hogy nyerj, azaz mindegyik fegyverrel jól kell bánnod. Tehát itt a mesterlövész nem azt jelenti, hogy sniper rifle-vel kell lenned. Szóval szerintem jobb lenne a fegyvermester, vagy a mesterember név a játékmódra. Ezek olyan gagyi nevek, dislike. Na, jó van, na, akkor írj egy kommentet, hogy te hogyan fordítanád le. Gun game, azaz fegyver játék. A lényeg, hogyha lelőnk valakit az adott fegyverrel, akkor előre lépünk a következő fegyverre. És így kell összesen 20 fegyveren keresztül menni, egy-egy killt szerezve. Az utolsó a ballistic knife, amivel ha leszedünk valakit, akkor megnyerik a meccset. Viszont ha minket késelnek le, akkor visszakerülünk a fegyverlistán. Hát ezt a módot kedvelem a legkevésbé. Akinek van ötlete bármelyik játékmód magyar megfelelőjére, azt szívesen olvasom a kommentek között, és ha szeretnéd, hogy valamelyik játékmódot élesben lásd, akkor kattints az itt látható képek egyikére. Illetve ha tetszett a videóm, akkor iratkozz fel, ezt gondolom mondani se kell. Rím.